Májustól egészen a nyár végéig a kertek, parkok, gyepek lakói az óriás tűrös darazsak. A Magyarországon védett rovar eszmei értéke 50 ezer forint. Emberre, házi állatra teljesen ártalmatlan, és a cserebogár szaporulatot is segít kordában tartani. Mára már több száz darás él a világban. Vannak őshonos darásfajaink, ez akár a német darástól, a papírdarástól, vagy a keskedarástól egészen a hazai őshonos lódarazsunkig, ami, ami a kárpát medencében és Európában a mérsékeltékében él. De aztán megjelent, 2004-ben megjelent egy, egy úgynevezett kelet-ázsiai óriás lódarás. Ez Franciaországban regisztrálták először a, a, megjelenését, és onnan kezdett elterjedni. A szak ember felhívja a figyelmet arra is, hogy a védett faj nem tévesztendő össze, a ház körül gyakori és agresszív, jellegzetes fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal, köztük a lódarással. Ez utóbbi faj a méheinkre is veszélyes lehet. A az egyik fő tápláléka maga a mézelő méh képes naponta több száz méhecskét elkapni, és azt úgy kell elképzelni, hogy, hogy elkapja a méhecskét, ketté harapja, és csak a potrohát eszi meg, amiben gyakorlatilag a mének a mézgyomra van, és abban található a méz. A méhészetekre nézve is káros lehet, ha egy-egy darás kolónia a környékre telepszik, ugyanis több száz méhecskét is képesek kiirtani.